Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Az 1944-es bombázás áldozatairól emlékeztek. A várkutatás eredményeiről beszéltek a régészek. 12 helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája Dombóváron. 15 éves fennállását ünnepelte a Dombóvári Ifjúsági Zenekar. Dombóvár város önkormányzata, a Város Szépítő és Városvédő Egyesület Új-Dombóváron emlékezett meg az 1944. június 30-ai bombázás áldozatairól a Nagyboldogasszony templom előtt. A település vasúthálózati csomópontja csak másodlagos célpontként szerepelt az amerikai bombázók parancslistáján. A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt döntöttek úgy, hogy a lengyelországi célpont helyett a dunántúli vasúti csomópontokat semmisítik meg. A Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével vette kezdetét a megemlékezés az 1944. június 30-ai bombázás áldozatairól. Az Új-Dombóvári Nagyboldogasszony templomnál gyűltek össze, hogy lerolják kegyeletüket a 12 halott emléke előtt, akik az amerikai bombázók áldozatává váltak. 1943 közepén kezdődött a Magyarország légibombázás, amelyben amerikai, angol és később pedig szovjet repülőgépek vettek részt. Szinte minden a katonai szempontból fontos célpontot bombáztak. Először az olajfinomítókat, hisz a hadsereg ellátása ez nagyon fontos volt. Később a hadsereg ellátása szükséges különböző raktárakat. Az utolsó szakaszban pedig a közlekedési csomópontokat, és sajnálatos módon Dél-Dunántúl Dombóvár és Kaposvár éppen ebbe a szórásba esett bele, a mindkét városban jelentős vasúti csomópont volt. A közlekedés szempontjából, a hadsereg ellátása szempontjából ezek nagyon fontos átmenőpontok voltak, ezért az amerikai, vagyis a szövetségesek, inkább akkor együtt így kezeljük, szövetségesek, katonai szervező, koordináló csoport úgy ítélte meg, hogy ezeket a csomópontokat meg kell semmisíteni. Sajnálatos módon, és ez az emberi áldozatok miatt sajnálatos, hogy viszonylag pontatlanok voltak a bombázások, tehát a bombák jelentős része nem a célponton esett le. Persze nem tudjuk, hogyha a célpontot találja el, akkor mekkora károk lesznek. Így viszont több lett a polgári áldozat, több lett a civil áldozat, és ugye nem csak Kaposváról és Dombóváról van szó, hanem az ország különböző nagyvárosairól, Pécsről, Budapestet folyamatosan bombázták, a második helyen Debrecen volt, ahol óriási átteresztő pont volt, jelentős bombatámadásokat hajtottak végre. Én azt hiszem, azt gondolom, hogy mindazok, akik ezekbe a bombázásokba vesztették életüket, megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk, megérdemlik, hogy emléktáblát állítsunk neki, és én örömmel és köszönettel jelzem, hogy Dombóvár, amit tesz, az példaértékű, hisz nálunk sokfajta, már Kaposváron sokfajta megemlékezés van, de eddig a vasútállomás környéki bombázások áldozatairól nem emlékeztünk meg. Az Új-Dombóvári Nagyboldogasszony templom bejárata mellett egy emléktábla őrzi azok nevét is, akik az 1944. június 30-ai bombázásban vesztették életüket. A vasútállomás környékén a különböző a vasúti csomópontot, vasúti síneket, az állomás épület kivételével eltalálták a bombák, tehát jelentős károkat okoztak, és sajnálatos módon polgári célpontok, lakóházak is sérültek meg, mint a beszédben is elhangzott, 12 halottról tudunk, ebből 9 MÁV dolgozó volt, és számtalan sérült, sebesült, ebből 16-an, ha jól emlékszem, súlyosan sérültve kerültek be a dombóvári kórházba. Az jelenlegi információm szerint ők túlélték ezeket a súlyos sérüléseket. A megemlékezésen Csullag Gábor állandó diakonus imádkozott a hívekkel együtt az áldozatokért, majd Kőszegi Csaba Valér az akkori plébános papírra vetett beszámolójával elevenítette meg 1944. június 30-a történéseit. Már a reggeli órákban hatalmas angol száz bombázó rajok húztak el felettünk, Budapest felé tartottak.
Pontosan 10:30-kor 32 bombázógép fejlődött föl Döbrököz irányában, s pár pillanat múlva szörnyű bombazápor hult a telep kaposmenti részére, a telítő telepre, a vasúti állomás budapesti északi részén. A tűzoltókkal közben álltam a templom terén. Az első bomba lezuhanása után valamennyien a templomtér árkába menekültünk. A föld remegett alattunk, az volt az érzésünk, hogy templomunk tornya megingott, zuhan lefelé. A 32 bombázó gép Dombóvár felé villant tova. Ahogy felemeltem szememet, borzalmas fekete felhő gomolygott a júniusi égen. A nagy fekete felhő pedig számos áldozatot kívánt, nem csak Dombóvártól, az egész országtól. S.S. Sándor, amatőr repülés történeti kutató is megosztotta gondolatait a megemlékezés alkalmával, melynek végén koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket az önkormányzat képviselői, a MÁV munkatársai, a helyi egyesületek, szervezetek, intézmények képviselői, vezetői. Dombóvára érkezett az a 2,5 méter magas installáció fotókkal és digitális tartalommal, amely a Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építész Makovec Imre életművét mutatja be, aki 10 éve hunyt el. A magyar organikus építészet megteremtőjéről ebből az alkalomból a Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovec Imre Alapítvány egy oszlop installációval emlékezik meg a kiváló művészről. A Castrum Bene Egyesület Dombóváron tartotta meg 26. vándorgyűlését, amely egy 3 napos rendezvényt jelentett a régészet iránt érdeklődőknek. A konferencia közel 70 résztvevővel zajlott, ahol a dél-dunántúli várkutatás eredményeiről hallhattak előadásokat. A kutatók felkeresték Dombóvárának régészeti helyszínét, de jártak Döbrökközön, Tamásiba, Simontornyán és az Ozorai várnál is. Dombóvár adott helyszínt a Castrum Bene Egyesület soron következő 3 napos vándorgyűlésének, ismertette az egyesület elnöke. Az egyesület most már több mint 30 éve létezik, és tulajdonképpen egy olyan szervezet, ami összefogja a középkori várak, vagy éppen újkori várak erődítések kutatóit, és az ezek iránt érdeklődő laikus közönséget. És tulajdonképpen a tevékenysége abból áll, hogy rendezvényeket szervez, illetve egy rendszeres kiadványba tájékoztatja a legújabb kutatási eredményekről, úgy a szakembereket, mint pedig az érdeklődőket. Már 26. vándorgyűlés az egyesületnek, ő tulajdonképpen 3 részből áll. A mai nap, péntek délután a környék váraiba végzett legújabb kutatásokról számolnak be a Tolna megyei, a Somogy megyei és a Baranya megyei kutatók. Majd a következő nap, tehát a holnapi nap folyamán általában egy tematikus összefoglalás tárgyalására kerül sor. Most éppen erősen átalakuló örökségvédelmi szervezet elmúlt években végzett kutatásairól kapunk egy áttekintést. Azon kívül mindezekhez kapcsolódnak tanulmányutak, ma is itt a dombóvári várakat, ugye itt 2 vár is található, hónapi nap folyamán Kaposvárra látogatunk el, majd pedig az utolsó nap egy nagyobb körutat teszünk itt Tolna megyébe, Döbrököz, Tamási, Ozora és Simontornya megtekintése szerepel a témában, a programban, és természetesen szakvezetést kapnak a résztvevők. A konferenciák nem csak a tagok számára elérhetőek, szívesen látnak a régészet iránt érdeklődőket is. Egyesület egy országos egyesület, tulajdonképpen az ország egész területéről vannak tagok, de hát nem csak a tagság keresi föl, hanem nagyon sok fiatal egyetemi hallgató is, tehát nem önmagában a tagság tartja el. Ő általában egy olyan 50-80 résztvevővel számolunk. Sajnos ugye a Covid, mint mindenfajta rendezvényt az egyesületet is érintette, itt most 2 évet ki kellett hagynunk, és hát amióta azért a költségek is emelkednek, ugye picit szerényebb lesz az idei rendezvény, de azt gondolom, hogy a szakmai színvonalat ezért sikerül tartanunk. Hol van olyan újabb kutatás, újabb műemlékvédelmi tevékenység, amihez ez köthető? Itt most Dombóvár esetében az utóbbi működött, itt ugye néhány éve a város támogatásával folyik úgynevezett Gólyavárnak a kutatása, amelynek az eredmények kevés ismertek, és alapvetően ezt határozta meg a helyszín választását, illetve azt, hogy itt még nem járt az egyesület, bár azért ez nem zárható ki, ezért sokszor már régebben, ugye évtizedekkel korábban választott helyszíneket is felkeresünk. Várak az egy nagyon romantikus téma. Tulajdonképpen a gyerekkortól kezdve sokan a felnőttkorúkig is járják a várakat, váromokat. Ma ugye nagyon kedvelt a váraknak, az elképzelt formájának a visszaépítése. Tehát van egy általános történeti érdeklődés, meg a hadászati része mögött, ezért van nagyon sok laikus is, akik saját maguk is járják, beszerveznek túrákat, például közöttünk van, most is jelen van egy jeles tagunk, aki nem szakember, de mint természetjáró, ilyen pontgyűjtő
rendszer dolgozott ki, és kis füzeteket jelentett meg, akik ugye ezeket bejárják, kapnak különböző elismeréseket, de ugyanúgy nagyon sokan a saját környékük, hazájuk, várait, erősségeit is járják be és írják le, és legtöbb esetben együttműködve a szakemberekkel. Természetesen aztán vannak extrém elképzelések is, de hát ezt az egyeset eddig még szerencsés módon nagyon jól tudta kezelni. A várak kutatása mögött nincs egy olyan szervezet, tudományos szervezet, nyilván csomán foglalkoznak vele. Ugye ma a műemlékvédelmnek nincs egységes szervezete, de az egyetemek régészeti tanszékei, művészettörténeti tanszékei, vagy pedig a különböző múzeumok adnak helyet kutatásoknak, de átfogóan ezzel a témával tulajdonképpen a tudományos intézmény nem foglalkozik. Tehát így is gyakorlatilag egy hiánypótló szerepet tölt be a szakemberek számára az Egyesület. Többek között a kiadványában közé teszi, ismerteti a legújabb kutatások eredményeit, amelyek egyébként hosszú évek múlva kerülnének csak a szakközvélemény elé. A Dombováron megszervezett vándorgyűlés előadásait igyekeztek úgy összeállítani a szervezők, hogy a környéken található várakat, kutatási eredményeket is megismerhessék a résztvevők. Egy egyesületnek a léte azon múlik, hogy van-e néhány lelkes ember, aki az egészet megszervezi, aki nagyjából tájékozódik. Tehát ez az úgy jött létre a mai nap, hogy nagyjából tudomásunk volt arról, hogy hol, milyen kutatások zajlottak, illetve az egyes múzeumban, kutatóhelyeken ki az, aki ezekkel foglalkozott. Tehát megkerestük őket, és megpróbáltuk rábeszélni, az hol sikerült, hol nem, de ebből azért egy érdekes program jött össze. Akik állandóan a három napon részt vesznek, kb. 50 fő, de 80-90 fő a teljes létszám. Mondjuk óriási propagandát ennek nem csinálunk, hiszen akkor kezelhetetlenné válik, akkor egy külön utazási irodát kéne ezt szervezni, de gyakorlatilag azok a szakemberek, illetve azok érdeklődő laikusok, akik valóban el akarják érni, ugye ma az internet világában ez nem okoz problémát, azok megtalálják mindenképp az egyesületet, hiszen a honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk az eseményekről, a tervekről, és hát minden régebbi rendezvénynek az anyaga is megtalálható rajtunk. Dombóvár vonatkozásában Berta Adrián a Tolna megyei Dombóvárának régészeti kutatásairól tartott beszámolót, melyről a helyiek már több rendezvény alkalmával hallhattak. Idén 12 helyszínen várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Dombóváron. Kiállítások, kézműves foglalkozások, koncertek, előadások szerepeltek a kínálatban. Az egyes helyszínek között kis vonat járt, a szervezők pedig újra meghirdették a pecsétgyűjtést azok között, akik legalább 8 kiállító helyet meglátogattak. Szabadtéri koncerttel kezdődött a Múzeumok Éjszakája idei rendezvénysorozata Dombováron. A szervezők összesen 12 helyszínen várták a kultúra iránt érdeklődőket egészen 23 óráig. Két új helyszínünk van, az egyik a volt mozi épülete, a másik pedig a Rísz József emlékház, tehát most azokat is meg lehet tekinteni, illetve a Madár várta, aminek a kiállítása korábban itt a Belvárosi iskolában volt, de most kint Tüskébe várja Nagy Sanyi bácsi az érdeklődőket. Hát igyekeztünk sok programmal készülni, és mint hogy minden évben úgy összehangolni ezeket a programokat, hogy át lehessen kényelmesen érni az egyikről a másikra, meg hát, hogy mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt. A múzeumban a meglévő tárlatok mellett új kiállítás is nyílt. A helyben működő kézműves szakkörökön készült munkákból. Tavaly ősztől működik három szakkör nálunk a Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően, a HIMZI, a Nemezelő és a Veszélyfonó szakkör, és az ő munkáikból nyílt most itt egy kiállítás. Úgyis a szedésen végig gördítjük a festékes henget, miután ez megvan, egy papírt fogunk ráhelyezni, nagyjából becélozzuk, hogy középre essen. Így a hengert végig fogjuk rajta gördíteni, odafele egy nyomást kap. Most történt meg a nyomtatás. Visszahúzzuk. És ez lett benne. Kézműves foglalkozásokkal és kvízjátékkal is várták az érdeklődőket a múzeum udvarán. A helyes megfejtőket almalével és frissen sütött langalóval jutalmazták.
a Földi István könyvtárba is sokan ellátogattak. A Múzeumok Éjszakának könyvtár egy indítköz alapítvány alkoholprevenciós előadássorozatát, illetve témáját nézhetik végig az olvasók, illetve ingyenes beiratkozás, illetve hosszabbítás lehet a könyvtárban a mai nap folyamán 23 óráig, illetve Móninál, kolléginálnál pedig papírszínházas kiselőadást várható a gyerekeknek. A Szőlőhegyi Alkotóház második alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Tűzománc kiállítással várjuk a kedves érdeklődőket, ami ugye a mi munkáinkat öleli fel, és egy érdekes, szerintem Magyarországon eléggé egyedülálló barista kávézóval, látványkávézóval, egy triciklire épített kávézóval várjuk őket szeretettel. Számos kézzel készített munkát tekinthettek meg az érdeklődők. Az alkotóház egyre népszerűbb a kézműveskedni vágyok körében. Ugye a velencei karneválnak a hangulata. Ez több technikát is magába ölel. Egyszer maga a festőzománcozás is, ami én nem is mondanám festőzománcozásnak, én terelgetem az anyagot. Tehát, hogy ez egy kicsit más, itt az ecsettel nem így, teljesen máshogy bánunk. A másik része pedig ez a rész, ez már ötvös munka, maga amúgy a kialakítás is egy domborításos technika, ugye? Itt pedig egy fűrészel is láthatunk, ami hát elég aprólékos volt, plusz polírozás, tehát, hogy ez nekem ő a szívem csücske, ő a minden. A vasút történeti gyűjtemény és az úgynevezett légószoba minden évben látogatók százait vonza. Hát ez a 326-os, mint látjátok, gőzmozdony, ez kérlek szépen nagyon-nagyon régi mozdony. Valamikor Pécs és Nagykanizsa között közlekedett, személyvonattal. Aztán van még egy nagyon régi mozdonyunk, ez a 424-es, amit itt látok. Ez is egy nagyon jó gőzmozdony, nagyon sok személyvonatot, gyorsvonatot tudott hozni, akár 100 kilométerre is tudott közlekedni. A Múzeumok Éjszakáját idén 20. alkalommal rendezték meg Dombováron. A szervezők arra törekedtek, hogy évről évre vonzó és színes programokkal töltsék meg a rendezvényt. Nehéz mindig újat nyújtani, de azért azon múlik, hogyha változatosok a programok, mindig van új kiállítás, koncertek vannak, kézműves foglalkozások, akkor azt gondolom, hogy ha máskor is nem, de valaki ebbe az évbe egy nap eljön a múzeumokba vagy a kiállítóhelyekre, akkor mindenképpen érdemes útra kelnie. Idén is volt pecsétgyűjtés, aki 12 helyszín közül legalább 8-at meglátogatott, és erről pecsétet kért, az nyeremény sorsoláson vett részt. Fennállásának 15 éves jubileumát ünnepelte a dombovári ifjúsági fúvószenekar és az utánpótlást jelentő tücsökzenekar. Az ünnepi évforduló alkalmából a zenészek a művelődési ház előtti téren adtak koncertet. Klasszikus és szórakoztató darabok, népszerű filmzenék egyaránt elhangoztak a közel 2 órás szabadtéri előadás keretében. Több mint 60 fiatal zenélt együtt a színpadon, Kiszler András karnagy vezetésével Dombováron, a művelődési ház előtti téren. A nagyszabású koncert apropója az ifjúsági fúvószenekar és az utánpótlást jelentő tücsökzenekar fennállásának 15. évfordulója volt. Kiszler András karnagy 2006-ban kezdte meg szakmai pályafutását a Dombovári Művészeti Iskolában. Ekkor vette át a két zenekar irányítását, és mert nagyot álmodni. Hát akkor is próbáltuk nyilván a zenekar igényeit kiszolgálni, és tulajdonképpen a szórakoztató zenéket és az eredeti koncertfúvós darabokat mind magyar, mind külföldi szerzőktől. Szerintem az volt igazából itt a lényeg, hogy folyamatosan én is képeztem magam, jártam fúvószenekari kurzusokra, nyilván ebből diplomát is szereztem, és az, hogy jöttek velem a zenekari tagok, a kollégák, hogy ezt együtt próbáljuk meg felépíteni, és mindig egy picit magasabbra emeltem a mércét.
Az együttes számos hazai és nemzetközi fellépést tudhat maga mögött. A kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, mint a nagy zenekar, mint pedig a Tücsök zenekar bővült létszámban. Hát a Tücsöknél szerintem körülbelül 10 ember volt, most vagyunk olyan 25-en, a nagy zenekar az volt olyan 35, és most ma a színpadon voltunk 64-en. Az elmúlt években számos díjjal, elismeréssel jutalmazták a szakmai zsűrik a zenekar munkáját, és Kiszler András szakmai tudását is. Ugye több nemzetközi versenyen első helyezést nyertünk, két CD felvétel van, úgyhogy azt gondolom a Magyar Fúvószenei Szövetségtől megkaptuk a NIVO díjat, felső C kategóriában kiemelt aranyminősítés, úgyhogy igazából nagyon sok mindent elértünk már a zenekarral. Az ausztriai verseny, a Schladmingi Nemzetközi Fúvószenekari verseny, nagyon-nagyon büszke voltam, és tényleg amikor a végén elkezdték a gyerekek kiabálni a Ria-Ria Hungáriát, és magyar zászlót hoztak, a polgármesteri hivatalba is jött egy szurkolócsapat, az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra, de igazából mindegyik verseny, tehát az az öröm, az a boldogság, az igazából leírhatatlan, én azt gondolom. A siker titka, Kiszler András szerint, a fegyelmezett csapatmunka, a fiatalok szorgalma és a magas szakmai tudással bíró kollégák együttműködése. A jövőben szeretnék megtartani az eddig elért színvonalat. Igazából ez a szín megtartása, azért ez a pandémiás időszak, ez megnehezítette a dolgokat. Itt azt gondolom a legfontosabb az, hogy itt az utánpótlás bevonzása tulajdonképpen a Tücsök zenekarba, és szépen ezt a folyamatot, amit eddig is csináltunk, ezt tovább csinálni, és akkor nyilván hasonló sikereket lehet elérni majd a zenekarokkal. A koncerten jubileumi elismeréseket adtak át azoknak a zenészeknek, akik már 5, 10 vagy 15 éve tagjai a Fúvós zenekarnak. A siker pedig ez alkalommal sem maradt el. A nagy számú közönség hatalmas tapssal köszönte meg a közel 2 órás szórakoztató előadást. Önök a Kaposmenti magazinunkat látták, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk új műsorral. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!